Hello, sziasztok! Volt ma olyan videó, hogy a jár vagy a púr, na most akkor ott van az, amiben sütöttem egy kis csirke mellett. Ez egy ilyen kerámiás tefál edény, most meleg vízre kirobítjuk, hogy ne a fölösleges zsírral szenvedjen. De hát ugye kíváncsi vagyok, hogy mind a reklámba, és akkor nem spórolunk, hanem teszünk bele rendesen ebből a járból. Ami ugye kijött a tesztbe is, hogy jobb, mint a púr, és akkor most fogunk egy szivacsot. És szépen így eldolgozzuk, hogy tényleg olyan egyszerű ezt mosogatni, csak így egy kézzel, hogy a szedény nem tudunk fogni, így elég érdekes. Na nézzük, azért meg lett dörzsölve meg minden. Előblítjük. Meglátjuk a nagy csodát, a csoda járt, hogy tényleg annyi a mosogatás, mint ahogy mondják, ugye? Hát nem, mert ugye itt vannak bele rohadva, ahol a fokhagyma, csak mi lenne, ha lenne élesség? Ha lenne élesség, akkor látnátok, hogy a fokhagyma darabok, vagy akármi, ami egy kicsikét odaégett, ez ugyanúgy ott van. Hát a zsíros részt nem nehéz eltüntetni, de egy biztos, hogy azért nem így kell mosogatni, hanem ilyenkor jöhet a hideg zsíródó, megfújod, vársz 3 percet, és akkor tényleg le tudod törölni. Na ez az, ami oldja a zsírt, nem a jár meg a púr. Iratkozz fel, hogy ne maradj le ilyen fontos dolgokról, mosogass okosan, hello, bello!